Ki akarja végezni őket? Természetesen. Akkor miért verette meg őket? Hogy miért verettem meg őket? Hát mit csináljak velük? Tanítsa meg őket horgolni? Hány éves maga? 28. Bölcsész? Igen. Ismeri Hui Cingát? Igen. Ortegát? Igen. Olvasta a tömegek lázadását? Természetesen. Mondja, miért ver maga? Hogy miért verek? Igen, miért ver? Gondolkozott már ezen? A megszerzett hatalom jogán. Az eszmeim keltette indulat parancsára. Csak ezért? Ez nem elég? Szeretném helyesbíteni mindenek előtt egy tévedését. Adjanak magunkra. Bombátornak egy pártházra, bagatel ügy, mondom én. Telefirkálják a falakat, röpcéduláznak, bagatel ügy. Rálőnek egy testvérünkre, bagatel ügy. Miért? Mert elfogjuk az illetőket, felakasztjuk, vagy tarkon lőjük. Hányan vannak? Az ország lakosságának elenyésző töredéke 1000, 10000, 20000, előbb-utóbb elfogynak, gyönyörű hullák lesznek, tehát bagatel. Ami nem bagatell, az a többi, aki nem röpcédulázik, nem dob bombát, nem lövöldözik, hogy azokkal mi van, az az érdekes. Azok itt élnek, szuszognak, az igazi dolgunk velük adódik. A tömegek korát éljük, tanár úr, az undorító tömegek korát, amely tömeg soha nem táplált még olyan illúziót saját magáról és önön szerepéről, mint éppen ma. Hány ingerlően undorító, amit a tömeg önmagáról hisz ebben a században? Sztrájkok, tüntetések, hát hol élünk? Ami ezt a négy fickót illeti, természetesen nem végezzük.